A dombóvári alsó tagozatos gyerekeket ösztönözte alkotásra az a pályázat, amit az idősek hónapja alkalmából hirdetett meg egy helyi szervezet. A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Család és Gyermekjóléti Központja még október hónapban az idősek hónapja címmel rajzpályázatot hirdetett. A dombóvári általános iskolákban tanuló alsó tagozatos diákok részére. Mintegy 65 pályamű érkezett a dombóvári 4 általános iskolából, és a kollégáink, iskolai, óvodai és iskolai szociális munkás kollégáink választották ki a pályaműveket, a nyertes pályaműveket. Szabadon választható technikával készülhettek az alkotások, annyit írtunk elő, hogy AP4-es terjedelemben készüljenek. Gyakorlatilag a pályamű tematikája volt adott, hogy az idősekkel kapcsolatos témák kerüljenek a rajzlapokra, egyébként minden más szabadon választható volt. Nagyon kreatív alkotások születtek, és éppen ezért nagyon nehéz volt választani a díjazottak közül, így külön díjban is részesült egy pályázó, mert hogy annyira szoros verseny volt. Évfolyamonként választottuk ki a díjazottakat, első, második, illetve harmadik helyezettet így a 4 évfolyamban, tehát 12 pályamű került díjazásra, mert az első osztályban osztott első helyezést díjaztunk, illetve egy külön díjban részesülő tanuló volt. Idén volt ez az első alkalom, hogy kiírtuk ezt a pályázatot, de szeretnénk hagyományt teremteni ebből. A rohanó világunk egyre minimalizálja a szociális kapcsolatok ápolását, sajnos igaz ez a családokon belül is. Ma már egyre ritkább a családok több generációs együttélése, ezért is fontos, hogy a gyermekekkel akár egy ilyen rajzpályázat keretében kommunikáljunk az idősek, fiatalok közötti kapcsolatról. Azt gondoljuk, hogy egyébként a kollégáink, tehát az iskolai szociális munkás kollégáink egyébként is nagyon aktívan részt vesznek a köznevelési intézményeknek az életében, és nagyon fontos volt számunkra, hogy egy kicsit megszólítsák a gyerekeket, és érzékenyítsék az idős témával kapcsolatban. Az intézményünk ugye egy nagy integrált intézmény, így több időseket ellátó intézményegységünk is van. Most jelen pillanatban is a díjátadó is egy ilyen helyszínen zajlik, ez az Őszikék Alapszolgáltatások Intézménye, ahol szintén időskorúakat látnak el nappali ellátás kapcsán. Úgyhogy ez nagyon jó alkalom arra is, hogy a két korosztály egy kicsit érzékenyítődjön egymás iránt. A pályázók örömmel ragadtak az alkotáshoz eszközöket a kezükbe. Kit ez, kit az sarkalt arra, hogy papírra vesse a témával kapcsolatos gondolatait. Azért, mert szeretem a nagyszüleimet, és a rajzoltam az egyik képen, ahogy lappapával elmegyünk gombázni, a másikon pedig azt, amit a mama nagyon szeret csinálni, hogy az újságokba rejtvényeket csinál. Én azt rajzoltam, ahogyan a dédim, aki most kórházban van, egy macskát fog. És miközben rajzoltam ezt az egészet, igazából azt jutott eszembe, hogy véletlenül bezárta ezt a kis cuki macskát a garázsba, és nem vette észre. Egy autót, egy bácsit, aki kiszáll belőle, és egy szép csokorral a kezébe, és a néni integet neki, mert ad a bácsi neki egy virágcsokrot. Én egy nénit rajzoltam, aki a padon ült naplementével. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Eszterházi Miklós Technikumának tanára Fenyvesi Gábor és diákjai műsorával vette kezdetét az ünnepélyes díjátadó. Nekem az életedből.
A fiatal alkotók pedig több percet is áldoztak arra, hogy kedves képeken elevenítsék meg az idősekről gondolataikat, amiért a díjakat Kovács Gabriella, a Dombovári Eszi Család és Gyermekjóléti Központ vezetője és Pintér Szilárd polgármester adta át. A diákok megilletődve vették át az ajándékokat, amik a további alkotást ösztönzőleg rajz- és festőeszközöket rejtettek.